minden csak. A nevünk eredete az igazából számunkra is elég rejtélyes. Kicsit tudat alatt választottam ezt a nevet, de aztán meg kiderült, hogy mennyire... Hát, hogy így azt mindenre rá lehet húzni, hogy minden csak átmenet. Tehát, hogy az összes számunkban vannak ilyen dinamikai váltások, hogy elhalkul a zene, vagy felgyorsul, vagy hogy a metálos elemek jönnek elő, vagy ilyen lágy, poppos, érzelmes, éneklős részek vannak. 2011. január, vagy... őszén. Találtuk meg egymást közös ismerősek útján, akkor egy másik bandában zenétünk együtt, aztán ez átalakult a mostani zenekarra, és hát meg kell említsem, hogy volt basszusgitáros váltás, volt egy basszusgitárosunk, és hát ő kilépett, és ehelyére lépett Ádám, aki most van velünk. A távozás. Egészen 2008-ig nyúlik vissza, tehát akkor kezdtem el írni ezeket a számokat, aztán nagyon sokáig félre lettek téve, mert nem is laktam Budapesten, meg nem is találtam. Hát nem Budapesten, még nehezebb találni valakiket, akikkel együtt zenél az ember. És így... hát azért lett az, hogy 2011-ben találkoztunk csak így Ádámmal, és kezdtük el azt az egyszemélyes projektet már ketten. És akkor az úgy meg is adta ezt a instabil állapotot, hogy vannak témák, meg vannak dalötletek, de nincsenek összegyúrva. És akkor azt úgy közösen már jobban meg tudtuk valósítani. Itt minden csak átmenet. Nekem előtte volt egy másik zenekarom, de hobbi szinten csináltuk ezt a zenekart. Szintén ketten voltunk abban a zenekarban, és mi is nagyon nehezen találtunk hozzá társakat, zenészeket. Aztán hát iskola miatt ilyen vidéken tanultam, és kolészos lettem, akkor az félbe maradt. Ők kerestek másik dobost, és amikor most 2011-ben újra szabad lettem, úgymond, akkor így jöttünk össze. Nekem volt azt hiszem 2 darab gitártanárom, akik így egymást váltották, és itt inkább ilyen egy év alatt elmondtak rengeteg mindent, amiből nem érthettem szinte semmit. Aztán meg eltelt mondjuk 4-5 év, és akkor így mindig visszanyúltam abba a nagy tananyagba, ami úgymond már az enyém volt, csak nem a fejemben, és akkor az úgy nem tudtam úgy megtanulni egyből mindent, mert az úgy nem ivódott belém úgy gyökeresül. És akkor abból nem is hasznosítottam mindent, hanem így a saját utamat kezdtem el abba, hogy megkeresni, hogy ők így miket mondtak. Az úgy nem mindig tartottam igazni. Egy évet voltam zeneiskolában is, de utána így saját utakon kezdtem el én is gyakorolni. Zenéket hallgattam, azokból vettem át a dolgokat, amiket szerettem, azokat megtanulgattam. És akkor ebből a tárházból úgy kialakult a mostani. Ebben a felállásban így 2013 elején kezdtünk el játszani, és hát azért egyre több koncertjeink vannak, de mondhatjuk azt, hogy havi egyszer, szerintem ha koncerteztünk eddig úgy átlagosan. Hasonló az ízlésünk, és ugye a zene nyelvén is könnyen találjuk meg egymást, ami nagy kincs.